Jó estét kívánok, kedves nézők! Színházról, zenéről, jótékonyságról fogunk beszélgetni többek között, de ez továbbra is sportműsor, a Bajnokok Városát látják. Nem tudom, hogy az ellentmondást segít-e feloldani, ha bemutatom vendégeinket, Szertl Andreát, az Alba Triatlonese elnökét, illetve Iváncsics Zsolt futót. Természetesen a sport itt már bejön a képbe, de hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis hogy miért beszélgetünk itt sportolókkal, sportemberekkel, színházról, zenéről. Nos, azért, mert közeledik egy olyan, nyugodtan mondhatjuk, hogy kuriózum számba menő Fehérváron még nem látott jótékonysági kezdeményezés, amelynek eredményeképpen a Padlás című musicalt láthatják majd az érdeklődők egy jótékonysági előadás keretében, mégpedig a Mól Aréna Sóstó fedett helyiségében, tehát nem benne a stadionban, az majd talán egy későbbi történet. Ez a jótékonysági előadás pedig szorosan kapcsolódik a Cerbona félmaratonhoz, amelynek viszont már megvan a hagyománya a fehérvári sportéletben. Úgyhogy most mindezeket megpróbáljuk akkor közös nevezőre hozni vendégeinkkel, és hát természetesen az első kérdés az, hogy is alakult ki ez a rendkívüli program. Zsoltról tudni kell, hogy azért a jótékonykodás és a segítés a lételeme, hiszen ő mindig úgy fut, hogy beteg, sérült emberekkel, gyerekekkel leginkább. Ez most is így lesz, és akkor ehhez kapcsolódik egy másik kezdeményezés, ez a bizonyos jótékonysági előadás. Ez így van, és üdvözlöm a kedves nézőket. Hát én már én azt, talán kis túlzással, amit azt mondhatnám, hogy elmaradhatod a figurája vagyok a Cerbona félmaratonnak, mivel 5. éve kötődöm Székesfehérvárhoz, ugye a 48 férőhelyes gyermekotthont támogatom, és az ott lévő gyerekeket hozom ki versenyre, és ott lévő pici gyerekeket tolom magam előtt, én így futok, és ezáltal hívom fel a figyelmet a állami gondozásban élő gyermekekre, hogy több figyelmet érdemelnek, mint amit szerintem kapnak. És az élet pedig úgy hozta, hogy egy évvel lassan egy színházi társulatnak lettem a tagja, ami az Éves Sándor Szeretett Színház. Erre a színházra azt kell tudni, hogy fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű amatőr színészekkel játszunk együtt, és innentől kezdve, ahol én megjelenek, ugye a színház is jön, és több helyen most már kezdeményeztünk egy olyat, hogy jótékonyság színház előadással, tehát az adott helységben egy adott célcsoportnak vagy egy intézménynek gyűjtünk a színház és a szeretet erejével közösen, és így hívtam meg az Andékat egy városba, ahol mi ezt a rendezvényt megcsináltuk, és innen Andék megnézték, és azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni Székesfehérvárra, ráadásul kötődsz is ide, és így kerültünk Székesfehérvárra, és valóban egy maradandó dolgot fogunk itt alkotni, egy-egy impozáns helyen, csodálatos szervezésben, és ugye egy meglepetés is tartogatunk, de én azt nem szeretném most itt elárulni, majd akkor legyen csattanó, ha az Andi úgy dönt, hogy elmondja. Hát akkor ugye ti voltatok a megszólított fél, bár úgy teszik, ez kicsit a kezdeményező is ez ügyben, hiszen az Alba Triatlon tavaly is és idén is ugye már szervezője a félmaratonnak, a fehérvári félmaratonnak, amiről majd nyilván beszélgetünk még, hogy áll a szervezés és mit kell az idei versenyről tudni, de akkor hogy alakult ez az együttműködés Forestékkel, hát most a becenevét mondom, köszönöm. Ugye Zsoltnak a közismertet, köszönöm. Illetve az Imre Sándor Szeretett Színházzal. Hát a futás az, ami elsősorban összekötött minket, és innen ismertük egymást. És hát a másik dolog pedig az, hogy én ugye gyógypedagógus vagyok, úgyhogy különösen érzékeny vagyok erre a témára. Mindig is figyelemmel kísértem a futásait, meg ezeket a kis felhívó kampányait. Úgyhogy én azonnal vevő voltam, mentem, megnéztem, sírtam, könnyes szemmel néztem, és természetesen azt mondtam, hogy mindenkinek látni kell, mert ez egy nagyszerű dolog, és már is belefogtunk, hogy tudjuk a városunkba ezt megvalósítani. Támogatást kaptam minden irányból rá, úgyhogy belefogtunk, belevágtunk, és június 15-én előadás. Ez pedig ugye a Padlás című musical, amit alig ha kell bárkinek is bemutatni Magyarországon, de azért az elég érdekes dolog, hogy hát nyilván azt gondolja az ember, amikor egy ilyen népszerű és országszerte, nem tudom, 30 éve játszott darabról van szó, hogy ennek ugye komoly jogdíjai, illetve feltételei vannak, és ha jól tudom, akkor ez a színház, tehát az Imre Sándor Szeretett Színház, ezt a szerzőtök Reszter Gábortól megkapta a lehetőséget, hogy gyakorlatilag ingyen játsza, természetesen jótékonysági célokkal. Ez így van, hála Isten, Reszter úrtól, művész úrtól megkaptuk, olyan kritériuma van, hogy csak jótékony céllal,
és egyéb kritériumok, amely a szerződésben foglaltak, tehát ugye, amit az ügynökségek kikötött, azt mind be kell tartanunk. Tehát a fő hangsúly azon van, hogy csak ez a színház úgy játszhatja a patlást, ha ez jótékonysággal van egybe kötve. És ez most is így lesz. A MOL Aréna sóstóban, az ötlet, a helyszín ötlete, kinek a fejéből pattant ki, vagy mennyire evidens ma Fehérváron, hiszen amióta a stadiont átadták, tudjuk, hogy rengetegféle eseménynek adott otthon, de szerintem színházban ez premier lesz ott. Sok szempontból szerintem premier lesz, pontosan plusz a meglepetésre is premier lesz, meg hát ugye egy impozáns épületről van szó, ahol egy ilyet nem rendeztek. Tehát, és ugye az, hogy ugye mindenkit ugye most egy kicsit felkapja a fejét, hogy azt mondjuk, hogy szeretett színház, meg fogyatékkal élők játszanak, de az Andrea tanulja, hogy szenzációs, amit a színpadon nyújtanak. Tehát az a nyíltság, az a szeretet, ami lejön a színpadról, az magával ragadja a nézőket, és az a szövegpontosság, az a hitelesség, az a tiszta énekhangtól kezdve minden egyes, tehát nem térünk el, és én azt gondolom, Magyarország bármely színházában megállná helyét ez a padlás. Mint kosztümben, mint jelmezben, mint művészi alakításban. És, bocsánat, még itt el kell mondani, és köszönhető Bartókos Tamás, ő a színház vezetője, és Milos Kozmának pedig, ő pedig a művészeti vezetőnk, ők színészek, akik most már szinte 12-15 éve misszióként csinálják ezt a színházat. Hát nagyon művészileg nem akarok ennek az adástok a keretein belül annál mélyebben belemenni, de úgy belegondolok, hogy aki a padlás történetét ismeri, az, hogy beteg vagy fogyatékkal élő gyerekek, emberek játsszák, az még egy plusz mélységet is ad, hiszen itt azért komoly vágyakról, szeretetről, szeretett emberekről van szó. Úgyhogy biztos, hogy egy nagyon hátborzongató és szép élmény lesz azoknak, akik megnézik. Kik nézhetik meg, hogy lehet ehhez jegyhez jutni? Hát természetesen mindenkinek ajánljuk, jegyeket bárki vásárolhat, jelenleg két edzőterem is árulja a jegyeinket, illetve nálunk az iskolában is lehet jegyet vásárolni rá, úgyhogy bárkinek, tényleg fiataltól a nyugdíjasig, az öregekig, mindenkinek biztosan mondhatom, hogy elnyeri a tetszését. De ahogy hallottam, így beszélgettünk adás előtt, hogy az érdeklődés igen nagy, tehát azért érdemes időben biztosítani a jegyet, hiszen nyilván azért korlátozott a stadion befogadó képessége eltekintetben is. Így van, hétfőtől áruljuk csak a jegyeket, és nagyon-nagyon nagy számban elfogytak már, még csak ugye csütörtök van, és 500 ember tudunk leültetni, úgyhogy már elgondolkodtunk azon, hogy talán dupla előadást kellene tartanunk. De elképzelhető, hogy aznap lesz két előadás? Még egy? Mert ugye ennek 19 óra elvileg a kezdési időpontja. Igen. Láttuk már a színházban, hogy délután is volt matiné. Igen. Hát igen, nem matiné, mi Andival úgy gondoltuk, hogy 4 órai kezdéssel is. Tehát, hogyha olyan nagy az érdeklődés, természetesen 4 óra és este 7 óra, akkor lejátszuk a padlást, tehát előadjuk a padlást. Ez a jótékonysági cél, ez egészen pontosan mit akar? Tehát lehet tudni, hogy kik részesülnek az előadás bevételéből. Igen, én az iskolában, ahol dolgozom, ugye ez egy székesfehérvári intézmény, ez egy tagintézmény, az ezredéves iskola, középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek tanulnak itt, az iskolánknak van egy alapítványa, sajnos nem vagyunk túl népszerűek, nem sok támogatónk van, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ez egy remek alkalom arra, hogy az iskolánk tanulóinak ebből számtalan dolgot, lehetőséget tudjunk majd aztán adni. Ez egy gyönyörű misszió, hiszen itt talán tényleg mások figyelmét is föl lehet hívni ezen a kezdeményezésen keresztül arra, hogy miért érdemes a fogyatékkal élőket támogatni, segíteni, bármilyen alapítványról legyen is szó. És hát akkor lassan majd áttérhetünk a futásra, mert ugye azért ez a színházi kezdeményezéshez kapcsolódik, ez a bizonyos cervona félmaratonhoz, amelynek azért szintén van jótékonysági része is, nem véletlenül fog ugye Zsolt is ismét futni. Igen, futok, sőt, és most már elmondhatom, mert tegnap este lefolytattam a tárgyalást a Magyar Transzplantált Szövetséggel, Berente Juditékkal, és Székesfehérvár városa lesz egy Európa rekord. Nem kísérletben, meg is fogjuk csinálni, tehát egy Európa rekordot fogunk beállítani itt Székesfehérváron, nem Budapesten, nem budapesti rendezvényen, hanem a Cervona félmaratont választottuk közösen ki,
hogy egy olyan egy Európa rekordot, amit senki nem csinált meg Európában. Itt fogjuk először teljesíteni ezt a területet. Ezzel most kellően felcsigáztod az érdeklődést. Azért nem mondtam ki. Én meg nem fogom helyette. Tehát, hogy a lényeg, hogy egyetlen egy fiatal ember van, aki Európában dupla transzplantáció, tüdő és máj transzplantáció túlélte, és vele futok most már. Ugye az Ultra Balatonon azt tudni kell, hogy én a transzplantáltak rekordot állítottam fel. Tehát a transzplantáltakkal körbefutottuk a 221 kilométert, és ennek a csapatnak tagja ez a fiatalember, akivel most már többször teljesítettük edzésén is, tehát felkészültünk közösen, és természetesen mindenféle orvosi papír és egyéb európai minősítés, hogy valóban ő az egyetlen túlélője ennek az operációnak, így itt fogjuk ezt hivatalos keretek között, tehát csippes időméréssel, hitelesített pályán, rendes félmaraton versenyen beállítani, és ezt is, ez az ország, ez a szép ország, és ráadásul Székesfehérvár adja ennek a sikernek a hazáját, vagy városát. Hát ez egy fantasztikus üzenet, mert most azon kívül, hogy ez egy, ha úgy teszik, sportsiker, de azért azoknak az embereknek, akik esetleg hasonló műtéten estek át, vagy akiknek az élete nehéz betegséget terhet, azért egy ilyen teljesítmény mindenképpen reményt és erőt adhat. Igen, és én szerencsém volt velük futni, és ami nagyon fontos, hogy amikor ott futottam mellettük, ugye nagyon sok tanítvány, tehát akikkel együtt készültem fel, és próbáltam átadni, hogy hogy is kell futni, vagy hogy ki, mert a futás szeretette, egyszer ledöbbent az az alázat, és ők kikérik maguknak, ők nem beteg emberek, ők kaptak egy új életet, és ők ezzel az élettel élnek. Óriási különbség. Mi elherdáljuk emberek, és itt van az élet szeretet, itt jön be a szeretet színház, és itt jön be az az elfogadottság, ami lejön a színpadról, a fogyatékkal élő színészekkel, és lejön a transzplantáltaktól. És amikor kiderült, hogy a Krisztián itt velem együtt, az Ultra Balaton teljes rekord csapata lejön, és segítik, és neveznek. 7 kilométerre, 14-re, ott akarnak lenni, és örülni a társainak. Annak, hogy az egyik társuk egy ilyen nagy nemzetközi eredményt fog elérni. És ez a nagy dolog, és ez az összefogás kell, hogy jellemző legyen erre az országra. Mert ha összefogunk, bármilyen téren ebben az országban, én azt gondolom, hogy nem lesz olyan akadály, amit nem tudnánk legyőzni. És hát emellett ugye, ahogy említettem már magának a Cerbona félmaratonnak is van egyébként ugye jótékonysági része, hiszen az Esélyegyenlőség Alapítvány javára itt is zajlik majd, hogyha úgy tetszik, egy betét futam. Igen, egy futamot találtunk ki azoknak a számára, akik valamilyen sérüléssel élnek, akár értelmi fogyatékosok, akár mozgássérültek, vagy mozgásszervi fogyatékosok, hogy egy külön futamban ők vagy futhatnak, vagy sétálhatnak, és teljesíthetnek egy kisebb távot nevezési díj nélkül, nyereményekkel, sorsolásokkal, különböző kis meglepetésekkel. És hát mindez egy nagy futóesemény keretében, mert azért most már nyugodtan elmondhatjuk, hogy hagyománya van a fehérvári félmaratonnak, amikor kezdődött, még csak remélni tudtuk, hogy tényleg bekerül a futónaptárba. Hogy hát júliusban lesz, ami ugye azért biztos felveti az emberekben, hogy mennyire ideális. Ti hogy látjátok a elfogadottság, népszerűség, a nevezési adatok alapján mekkora versenyre számíthatunk? Nagyon jól alakulnak a nevezések, nagyon szépen jönnek. Január óta nyitva van a nevezési oldal, tehát mindenki tudott tervezni vele, be tudta illeszteni a versenyei közé. Július 7-én leszünk 1000 fős részvételre számítunk. Hát mondhatjuk, hogy a felén most már lassan túl vagyunk, úgyhogy van még idő, lehet nevezni. Bátran mindenkit várunk továbbra is. Biztos sokaknak ismerős lesz maga a terep, hiszen ha jól tudom, sokat nem változtattok az előző évek pályáján, mint ahogy gondolom az is, hogy több távot is lehet teljesíteni. Így van, 7 kilométer, 14 kilométer, a félmaratoni táv, illetve csapatban is lehet teljesíteni a félmaratont, és maradtunk a belvárosi 7 kilométeres körnél. Történelmi erekjék között lehet futni, ez is talán egy kicsit vonzóvá teszi az eseményt. Mennyire teszi vonzóvá? Egy városi futásnak már mi az igazi vonzerejét? Neked azért bőven van tapasztalatod mindenfélében. Hát van, Székesfehérvár a vonzása. Többet elmondhatom, persze természetesen Budapesten nem szabad összehasonlítani mondjuk egy fővárosi rendezvényel, de én azt gondolom, hogy vidék ereje egyre jobban nyitja a szárnyait és bontogatja magát, mert egyszerűen én mindig itt voltam, mindegyiken, és az a szeretet, tehát amikor befutunk, ugye, benn városban, állnak az emberek, és
Hát például tavaly én egy sört kaptam, például ott söröztek, és megálltam, mert a tolok ugye mindig egy kis kocsit, szóval mi a sört? Mondom, persze, csak hoztok egy pohár sört. Tehát ilyen, vagy egy fagyit adtok a árva kisfiúnak az kocsiba, vagy két éve ezelőtt a Kaufert, ami megállított minket. Vagy például pont jöttek ki a templomból, ez is víz, tényleg jött az ajtó, és megálltotta a futókat. Tehát őrület, tehát egyszerűen ez nem lehet visszaadni, el kell jönni. Mindenkinek azt üzenem, hogy jöjjön el, legyen itt, és futva segítsen. Ugye délutáni, vagy ha úgy tetszik, kora esti rajtról beszélünk, mivel július közepéhez fogunk majd közelíteni. Hogy érzed, hogy mennyire motiváló, vagy éppen visszatartó az, amikor nyáron kell futni? Tavaly is hasonló időpontban voltunk, nem volt kánikula, 17:30 már azért mondhatjuk, ha esetleg egy kánikulai nap is van, hogy akkor már a naplementében kellemes hőmérséklet van. Szerintem ez nem visszatartó erő. És a családi program pedig kiváló, hiszen ugye a belváros ilyenkor aztán tényleg ezerféle lehetőséget csábítja az embereket, úgyhogy aki esetleg nem fut, hanem csak kíséri mondjuk valamelyik szerettét, az is közben kellemesen eltöltheti az időt. Beszéljünk azért egy kicsit a triatlonról is, ha már itt vagy velünk, hiszen az Alba Triatlon egy viszonylag fiatal, de igen, jelentősen duzzadó és erősödő egyesülete Fehérvárnak, és hát ugye nektek is, illetve a versenyszervezőként, rendezőként lesz hamarosan olyan versenyetek, amely mérhető akár a tavalyi sikeres Európa kupához, mert hogy nem sokára megint igen sokan fognak csobbanni a csónakázó tóban. Igen, jövő héten az Extrém Man sorozatnak az egyik állomása vagyunk, ismét csobbanunk a csónakázó tóban. Reméljük, hogy minden rendben lesz, az időjárás is kegyes lesz hozzánk, mert jelenleg nem túl meleg a vize, de 500 versenyzőt várunk, és szintén ebbe a belvárosi környezetben egy igen népszerű triatlon versenynek adunk otthont itt Fehérváron. Azt azért mondjuk, hogy elképesztő tömegbázisa van, mert most az 500 versenyző nem kevés, és ugye ez alapvetően egy amatőr sorozat, tehát itt most nem a profik versenyről van szó, hanem azokról, akik úgy gondolják, hogy ezt a távot már teljesíteni tudják. Pontosan mekkora távokat? Mekkora távokon megyünk? 750 métert úsznak, majd 40 kilométert kerékpároznak, és 10 kilométer futás van még a végén. Hát egyiket ez is emlékeim szerint igen látványos volt. Tehát a tavaly az Európa Kupa nyilván az a profik nagy versenye volt, de gondolom ennyi emberrel azért nem akármilyen látvány lesz itt. Így van, pláne a csónakázótóban, a futás is ott zajlik a Rózsaligetben, úgyhogy nagyon jól belátható a pálya, látványosak a váltások, ugye a vízből kijövetel, kerékpárra pattanás, úgyhogy ez nézőként is egy igen látványos rendezvény. És hát ne felejtjük el, hogy ugye idén is Fehérvárnak igen gazdag sport nyara lesz, úgyhogy egyfajta felvezető eseményként sem akármi ízelítőt kapni ebből a forgatagból. Téged a triatlon soha nem vonzott? Nem, a bátyámat van, nem. Tehát az egy harmadában pedig nagyon igen, jó. De az, hogy én biciklire jövök, kizárt. Tehát persze tudok kerékpározni, de az, hogy én most itt nem. Úszni, oké, futni, nem. Úgyhogy ezt a bátyámnak meghagytam, a bátyám ugye Ironman-ezik, úgyhogy nagyatádon, úgyhogy 15-szörös, úgyhogy csinálja csak ő. Én megmaradok nekem van egy misszióm, ami mellett letettem a voksom 12 éves, nem vagyok hajlandó tágítani. Tehát én azt gondolom, hogy minden gyereknek joga van gyereknek lenni, és ez érvényes a színházi előadásban is, üzenetértékre is ugyanez érvényes lesz majd itt. Én azt gondolom, én úgymond szeretett futamra, amit a Zandi is mondott, hogy lesz egy új betétszám. És erre buzdítok mindenkit, ha csak sétálni, de jöjjön ki, mert jótékony célt szolgál. Tehát minden lépésével egy jót fog tenni valakinek, vagy valakiknek. Úgyhogy én azt gondolom, ez nem pénzkérdése, hanem ez elhatározás kérdése, hogy kijön, és akár sétáljon is, és segítsen. Így van. Egyetlen kérdés még csak a triatlonnal kapcsolatban, hogy mennyire vagy elégedett az egyesület izmosodásával, eredményeivel, alakulásával. Most hétvégén majd ugye egy kis tiszaújvárosi csapatországos bajnokságon ismét megmérettetitek magatokat. Szóval úgy tűnik, hogy azért itt szárba szökkent valami. Igen, hát 3 évesek vagyunk, most már vannak olyan versenyző gyerekeink, akik ugye nálunk kezdték el a sportolást, és most már büszkén állunk ott mellettük, és várjuk tőlük az eredményeket, úgyhogy megvan a kis versenyző mag a gyerekek között, amatőrök is nagyon szép számmal vannak. Gyarapodunk, fejlődünk, csináljuk a dolgunkat.
legyen így még nagyon sokáig, és akkor csak egy rövid összefoglalás a kedves nézőknek, tehát ne feledjék, hogy június 15-én 19 órakor lesz az Imre Sándor Szeretett Színház előadásában a Padlás című musical jótékony céllal a Mól Aréna Sóstóban. Ha úgy adódik, hogy lesz délutáni előadás is, természetesen arról is mindenkit értesíteni fognak a szervezők, érdemes megvenni a jegyeket, mert jótékony célra megy, és ráadásul tényleg egy nagyon szép előadásról van szó. És hát a másik témánk pedig a július 7-i fehérvári Cerbona félmaraton volt, amelynek szintén van jótékony vonatkozása, erre is nevezzenek minél többen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sok sikert a továbbiakhoz. Az adás végén pedig akkor még egy kis futás, mert hogy hétvégén rendezték Budapesten a női futógálát, amelyre hagyományosan több ezer fiatal asszony, lány érkezik. Úgyhogy fehérváriak is voltak szép számmal természetesen, ezzel köszönöm meg a figyelmüket, viszontlátásra. Több mint 9550 nő mozgott együtt a 24. Aldi női futógálán. Az indulók fele vidékről érkezett, és Pest megyét nem számítva a Fejér megyei futók vezetik a létszámrangsort, közel 300 hölgyel. Reggel még komor ég, áztató eső és 14 Celsius fokos hőmérséklet fogadta a gála legkorábban érkező résztvevői. Ám az időjárás az első rajtra a hangulattal együtt vidámabbra fordult, és az első futam indulói már ragyogó napsütésben tehették meg a 2,5 kilométeres körüket a Népliget árnyos fái alatt. Nem nehéz 2,5 kilométert két gyerekkel lefutni? Nem volt nehéz, mert igazából a nagylányom ő fut. Minden rendezvényen, ahol lehető, leszokott futni 2 kilométert, a kicsi pedig 500 méternél csatlakozott hozzánk, és gyakorolt rá, úgyhogy nagyon jól le tudtuk futni az egész tábot. Nagyon szeretünk részt venni ilyen eseményeken, és igazából nagyon szeretném, hogy a gyerekek megszeressék a sportot, hogy futás, úszás vagy bármi, az mindegy, csak szeressenek sportolni, és mivel a lányainkon azt látom, hogy futni szeretnek, ezért hát élünk a lehetőséggel. Kolléganők vagyunk, de az Andi nekem olyan, mintha a lányom lenne, mert pont ennyi idős gyerekem van. Neked akkor ez az első? Ez az első, igen. Nagyon jó érzés, nagyon jó hangulata van a versenynek. Tehát ilyen igazi öröm futás, és tényleg nagyon jó érzés. Nekem már volt egy pár futóversenyem, én visszajáró vagyok, de együtt edzettünk, együtt készültünk, együtt sportolunk szombatonként. Közösségformáló is, meg egészséges is. Legközelebb 5 kilométeren indulunk. A 2,5 kilométeres körön újabb rajttal indultak az iskolai futam résztvevői is. Diákok, tanárok, szülők. A Budapest 17. kerületi Zrínyi Miklós általános iskolából érkeztünk, és az eső miatt igazából kevesen, de az iskolánkból 57 nevezőnk van, hogyha jól tudom. Milyen így, hogy ennyi felé kell figyelni egy tanárnőnek? Mindenképpen izgalmas, tehát először is magamra, másképp meg a tanítványokra, és a szülői gárdával, hiszen egy iszonyat nagy móka együtt futni. Én nem régen vagyok ebbe a csapatba, Edith néni volt az, aki berángatott ide minket, hogy nekünk futnunk kell, úgyhogy először azért jöttünk, mert muszáj a csapattal együtt lenni, de azóta rendszeresen minden futóversenyen ott vagyunk. Sok egy erre vagyok itt, és hát nem magamnak köszönhetem, hanem ugye a sulinak, és legfőképpen Edith néninek is. Én már ebben lektem a Zrínyiből, de még mindig szívesen járok vissza oda. Nagyon jól összekovácsol egy csapatot, és élmény. Gyalogolj! Közel 1500-en a gyaloglás 2,5 kilométeres menetét választották. A BBC után voltam, a spármaratonon voltam, úgyhogy ez már ilyen harmadik, negyedik. Mit szeretsz benne? Mi az, ami miatt visszajár? Hangulat nagyon jó, hogy sokan vagyunk, az nagyon jó, hogy gyorsan lehet menni. Nem kell koncentrálni, csak gyorsan lehet menni. Fúvós zene volt út közben, meg énekeltek a fülemülék, meg nyomták a gesztit, nagyon jó volt. És ez így feldobja az embert. Mi a Magyar Rákellenes Ligának vagyunk a futógyalogló csapata, és ők oszlopos tagjai, a Magyar Csaba és a Magyar Erzsike. És rendszeresen járunk futni, gyalogolni, rendezvényekre is. Hihetetlenül ügyesek, mindent együtt lehet csinálni, futni, gyalogolni. Én tanulok tőlük. Óriási nagy élmény, ahogy így együtt futunk, gyaloglunk, beszélgetünk. Nagyon jó. Az 5 kilométeres táv bizonyult a legnépszerűbbnek a futónők körében. Azon indult ugyanis a legnépesebb mezőny. Nyíregyházáról képes voltál eljönni ide? Igen, tegnap volt két előadásom, az egyik 11-kor, a másik pedig este 7-kor. Ez egy 3,5 órás operett, amit a Göttinger Pali rendezett, a Bob Herceg. Lenyomtuk kétszer egymás után, és utána beültem az autóba, levezettem, olyan 1-kor értem haza, és itt vagyok. Akkor jól is érezted magad, jól is ment a futás? Az volt a célom, hogy 30 percen belül legyek, és a sikerült, úgyhogy igen. Hajrá, hajrá!
A 24. Aldi női futógála persze elsősorban a nőket várta a Népligetbe, de két számban a férfiak is csatlakozhattak a női mezőnyhöz. A 3x2 kilométeres váltóban és a 600 méteres családi futásban. Hogy szerveződött ez a váltó? Kolléganőnek az ötlete volt igazából, hogy mi lenne, hogyha ezen az Aldi futáson egy iskolai kis csapatot összeraknánk, és akkor a legfiatalabb hölgy tagja váltanak a harmadik osztályos Bartók Anna Panna, aki egy nagyon szuper kis csaj, rengeteg sportban részt vesz. Őt hívtuk meg egy kis középső tagnak. Nem nyomasztó így két tanárra futni egy váltó? Nem, egyáltalán. Jó, szerintem nem volt olyan sok a 2 kilométer, szerintem pont elég. Ez az első versenyem, úgyhogy én az esélytelenek nyugalmával a futás szeretetéért, úgyhogy jól esett amúgy. A 2 kilométer volt számomra vállalható, és így csapatban azért mégis nagyobb bizalmam volt a dologhoz. A családi futás 600 méterén szinte minden korosztály képviseltette magát. Azt hiszem, hogy a családból senki nem maradt ott? Senki, aki számít, az most nem maradt otthon, csak néhányan dolgoznak, vagy itt videóznak éppen bennünket, a partvonalról szurgolnak. Zoé a legfiatalabb képviselő, ő neki a nagymamája, a dédi papája, a nagypapája, apukája, anyukája, keresztmamája és az unokatestvére. A fiatal asszonynak ez az első futóversenye, ő most volt 2 éves, és most tudtunk először úgy eljönni, hogy ő is részt tudott venni egy ilyen családi futáson. A nagyi már futott 5 kilométert, és még fut 10-et is. Úgy tűnik, hogy ki is használjátok itt a lehetőségeket. Így van, abszolút. Dédi papi, ő még tájfutó, papi, ő maratonista, úgyhogy ez így abszolút egy ilyen családi hagyomány. A 10 kilométeres táv elindításában Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, Szalai Bobrovnicki Alexandra főpolgármester helyettes és Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár vállaltak fontos szerepet. Novák Katalin aztán maga is beállt a mezőnybe. Ezen a napon nem is először. Hogyha lett volna időm, akkor mindegyik futamot szívesen lefutottam volna. Szeretek futni, viszonylag sokat is futok, és ezek jó távok, és nagyon jó idő is van, és nagyon jó hangulata van egy ilyen futóversenynek. Sokat szóra vagyok most már itt a női futógálán, és azért jövök ide szívesen, mert szerintem ez egy fantasztikus dolog, hogy van egy olyan futóverseny, egy utcai futóverseny, amely kifejezetten a nőkről szól. Az összes indulók között 3,5 százan voltak, akik a gálán több távot is bevállaltak. Milyen lefutni ezen a napon mind a 3 távot? Felemelő. Sokszor gyakoroljuk, ugye pomászfutó nagykövete vagyok. Kifejezetten élvezetes az, hogy egymást húzzuk, és egyre több nőt ösztönzünk arra, hogy megmozduljon, és ugye a közösségünkben egyre többen kezdenek el futni. Nekem egyébként ez az 5. évem a futásba, és én itt debütáltam, és én itt varázsolódtam el, mert nekem ez a hangulat, ez olyan szenzációs volt, hogy én azt mondtam, hogy én soha többet nem akarok ebből kimaradni, úgyhogy azóta jövök minden távra.